én itt Chesterbendi vagyok. A Celebrity fogunk játszani, amivel soha nem játszottunk, és itt van velünk Bence. Sziasztok! És most Chesterbendi nincsen közel. És miért laggol ennyire a játék? Ez már az első impresszió róla, hogy a szar. Mi a szar történik most? Lehet, hogy nem kell közben letölteni a jelenségeket. És milyen? Mi ez a haló? Mondjuk a Darwin Project-et is lezárjuk. Nem tudom, abba hagynak. Kezd idegesíteni ez a játék. Pedig most játszom bele először a garantálat. Már hallottok minket is végre. És most miért döglödözem? Amúgy nem tudom hallani lehet a Bencét. Nem teszteltük még le. Jó, na. Annyi a lényeg ennek a játéknak, hogy egy Battle Royale játék, és rohadt sokat kell várni ahhoz, hogy belépjenek mások. És egy szar amúgy, szerintem, mert ezt egyébként kettőt játszottam vele. Sőt, akartam is erről már felvenni videót, csak nem sikerült. Ez nekünk. Ja, tényleg itt lehet ilyeneket felvenni, és F-fel kell őket felvenni. Erre már rájöttem. Van képességünk. Aha, hívás. Ne fagyasszál meg. Au. Gyerek folyamatosan elhitel. Ajaj. Futni kell ilyenkor, már így. Ja, indul el mindjárt. És akkor kipróbáljuk a játékot, Bence. Mi a véleményed a játékról eddig? Kifejezetten jó, ugye? Szerinted is? Hogy kell ezt? Ez mi? Ja, hogy portált kell választani. Hol legyen a portálunk? Halcoint ezt megnézzük. Jó, igazából ez nem egy túl régi játék. Oda megyünk, jó. Haló. Mi a szar? Hogy itt lehet glide-olni? De kemény. Na, igazából ez nem egy olyan régi játék. És ja. Tudtam már nemrég. Legalábbis én nemrég tudtam meg róla egy olyan éve. Annyi nem, de. Ősszel nagyjából. Nem nagyon ismerem a játékot, nagyjából egy gémet játszottam, úgyhogy nem tudom, hogy mit hogy kell csinálni, nehogy már ezért lecsesztetek most. Hogy lehet fölvenni ilyen gauntleteket. Tehát lehetünk tanoszok. Au, megígettem saját magam a saját üzemmel, ez is egy... Legalább valami fizika van benne, level up-oltam, és nem tudom, hogy hogy. Ezt hagyjuk nincs. Jó, itt találtunk egy rúnát, és egy amuletet. És van még egy ilyen chest, ahol megint találtunk egy a mannát. Találtunk mannát. Tehát már shift-tel tudunk ilyet, hogy... Úristen, nagyon komoly. És ezzel látunk azt hiszem a falonát, vagy nem tudom, hogy hogy volt. Hogy kell abba hagyni? Jó, lejár majd az idő, és akkor abba agyodik. Jó. Valakik már megölnek valakiket, én meg még embert nem láttam ebben a játékban. Tehát itt már nagyon nagyban megy a kill feed-en az öldöklés. Na mindegy. Ezt közelebb hozzuk, vagy halljatok. És megtaláltuk az első gauntletet, szerintem. Nem, ez runa. A gyármor shardot. Jó. Potion. Hogy kell armort felvenni? Maximum van az armorunk, nem kell felvenni. Jó, ez mi? Gauntlet. Ez lesz a gauntlet, gondolom. Úristen. Scroll of the Spirit. Elolvasom. És felveszünk valami újabb gauntletet. Ez mi? Ja, ez Common Fire volt. Gauntlet, de ugye csak a saját Invisibility Rune. Ez tetszik. Ezzel láthatatlanak tudunk lenni. Ezt is felveszik az Armor Shardot. És hármassal be tudjuk zabálni a healt. Hogy nem tudom most, hogy minek ja. Mondjuk nem volt annyi HP-m. És tudunk repülni. Ez eddig nagyon szuper. Tényleg,
nem tudom már hány fejesen van, olyan 60 körül lehet, mert kedves játék kicsit leszívja. Ő igen, tehát így eddig a játék az nagyon szép, meg minden bájos, és tudunk lövöldözni. Tehát, hogy így, tehát egy Battle Royale játék, ahol tudunk lőni, tudunk varázsolni, mert nagyon menő vagyunk, ez mi a szar. Úristen, ez komoly mondjuk. Shift-et tudunk izézni. Kipróbáljuk, ja. Hát ez mondjuk nem nagyon láthatatlan, na mindegy. Szerintem ez rohadt hülyes. Jó, menjünk vissza a Wolf... nem, most már nem megyek vissza. Lightning Gauntlet. Nem. Maradunk tűzesek. Shadow Step. Csukná be az ajtót amúgy, Lici. Köszönöm szépen, Bence. Így játékteszt közben megtette nekünk a szívességeket. Feláldozta magát. Common Boots. Fölvesszük. Kipróbáljuk. Armor Shard. Ahol ülnek, és nem tudom honnan. Haló, mi a szar? Hogy kell elmenekülni? Shift, shift, shift. Au. Jó, elzünk. Jó, hát elég komoly játékosok vagyunk. Ha tudtam volna, hogy mögöttem van, megölöm. Na mindegy, fulladj meg. Úgyhogy igen, eddig a játék ez nagyon komoly. Ja, soha az életben nem játszottam még vele. Bence, eddig mi a véleményed? Jó, nem érdekel. Jó, és akkor toljuk is a következő szólót. Méghozzá milyen talenttel? Most kipróbálhatunk valami más, ne? Milyen fingósat, te hülye vagy? Az amúgy tuti menő. Ez biztos, hogy menő. Hát igen, ez az ilyen kemény. Nagyon kőkemény lehet. Egy ilyennel lefinganak, akkor fájhat. Ezzel csináltunk elvileg egy ilyen toxin felhőt, mint ahogy azt másoktól láttuk. És ja, most mit csináltam? Most konkrétan megöltem magam, vagy nem tudom. Mit sétálgatsz? Most valami runát kap... Ja. Tényleg úgy shiftelsz, sprintelek? Nem, shift az a izé, tényleg elfejtettem. Na nézzük meg ezzel. Ez a felhő. Ez a fény felhő. Na mondhatjuk úgy is, igen. Ez amúgy OP biztosan, mert ez... Hogyha ledobol ezt valakit, az belassul te. Ja, belassul. Hogy sétálgat? Bárlis. Tényleg amúgy ez bárlis. Gyere ide, megfingatlak. Mit nekem tűnt? Annyira rosszul. Nem is tudtam, hogy tűnt a legszarabb. Saját nem, ha belemegyek. Sanyis gyerek, ügyes vagy. Igazából eddig a játék az nekem annyi esett le, hogy teljesen értelmetlen és teljesen cél nélküli. Tehát eddig nem látom értelmét a játéknak, és nekem nem tűnik érdekesnek, de ez lehet, hogy másnak tök jól néz ki. Ez mi a szar volt? Ilyet tudunk az Invisible-lel? Ja, hogy ez ilyen? Ez a jobb klik az ilyen gyengein. Ez ilyen gyenge spell. Au, megégettek. És most így. Ez elég égő érzés. Háj, hát nem találsz el ma már. Mit próbálkozol te? Konyás leves. Hol vagyok? Ja. De most megdöbbött, jó? Igen, amúgy arra jöttem rá, hogy a saját felhőmmel majdnem megöltem magam. Ha most így meg... Amúgy ennyi időt kell várni a játékosokra, akkor most már ez rég nem jó. Ó, jó, kimegyünk a saját felhőnktől. A gyereket meg megöltem. Nem. Nem tudom megölni, mert megint lopi van. És nagyon sokat kell várni a játékosokra. Hát, hogy nincsen olyan sok játékos. Tehát, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy a játékosokra. Ezt így lesz velem. Tehát, hogy másnak van kezdenek játékon, de játékosokra. Valakinek csak tetszik, hogy megvan a koncepció neki, és már tud vele játszani, eldűz mindenhogy, azt hiszed rá, hogy hackkelnek ilyenek. Mondjuk ebben a játékban nem tudom, hogy fordít annyi energiát rá, hogy hackkeljen már most, hogy nem azért.
Jó, nagyon sokat kell várni, ez nem tetszik. Ahogy látom, ilyen köröm alakban, tehát ugye körmünkből, mint pókember, csak... Ó, de buta vagyok, azt felvettem. Igen. Jó, hogy ez a jég. Tehát, hogy az egyik ilyen, nem... Ne. Azt hittem, hogy valami volt. Megnézzünk valami más helyet. Mondjuk ezt. Dust 2. Ja, Dust. Menjünk Dust. Megnézzük. Sawtooth Mountain. Sawtooth. Tessék, kiejtés. Nekem. Ide jön valaki. De úgy látom. Úgy vélem látogatni. Hogy itt valaki van. Rajtam kívül. Elmenjünk így a világ másik oldalára szerintem. Az nem tudom. Amúgy azok a rúnák, nem? Nem, azok nem a rúnák. Ezek amúgy nem tudom mik, hogy az olyan valami ski... Nem, azok amúgy szerintem a cipő meg ilyenek, nem tudom, hogy ez mi. Őszintén szóval ötletem nincsen. Ott egy gyerek. De taknyozzam. Meg fog halni. Na, meg lesz az első killem. Menekülni kell, mert jeges gyerek. Nem nyomja annyira jól. Figyeld. Az most ott meghalt, figyeld. Meg is öltük az első emberünket. Szép volt. Delete. Au, au, au. Magunkat is majdnem. Hogy mikor hagyódik abba ott a... Na végre. Kösz. Nem, ezt felveszik. Frost Gauntlet. Aha, értem. Tehát erre jók. Jó. Ezt el is használunk. Egyet. Jó. Most ez mennyit ad? Nem tudom. 97. Hájjaj, jó, ott a kör. Ezek szerint még az is van ebben a játékban. Na, nagyon szuper. Tehát, ja, hogy így van a két gauntlet. Már megvan. Tehát, hogy két izénk van. Két kesztyünk van. És az egyikkel ezt tudjuk. Másikkal ezt. Jaj, most elhasználtam mindkettőt, én hülye. Level up! Vanishing Mists! Új skill. Nagyon tetszik. Örülök neki. Majd lehet, hogy berakom. Ez egy gyerek? Ez egy élő ember, szerintem. Nem biztos amúgy. Ó, au, meg fog halni. Nem baj. Mindenkivel előfordul. A gyerek is mindjárt meghal, ahogy látom. Most mit integet nekem? Ja, dance. Ez az elimination effect. Na jó, srácok, igazából még egyet tolunk. Jaj, most miért jöttem be ide? Átskippeljük. És lecontinuezzük. Amúgy Bence, kérlek szépen beszélj hangosan. Ez amúgy okay. Tetszik, de ki kéne próbálni valami mást. Kipróbáljuk az áramot. Genyút. És akkor most felveszünk valami mást. Ja, amúgy, hogyha halljátok Bencét, az fasza lenne. Nem tudom, hogy halljátok. Ez mit... Úristen, ez nagyon komoly. Jó, ez nagyon tetszik amúgy. És itt nincs az, hogy izé, ezzel nem tudom magam sem... Jó, ez nekem való. Hogy nem tudom megölni magam. Az amúgy komoly, elég komoly. Mit kap? Hát szegény. Hát... Mit nekem? Eléggé. Oda néz, hogy lövök. Ellövöm. Kapta. Hatokat adok amúgy, nagyon komoly. De... Ez amúgy tetszik, ez nagyon tetszik, ez nagyon tetszik. Tehát azt hittem, hogy a másik, hogy túl vagyok, de ezzel jó vagyok. Nézd meg milyen! Úristen, minél tovább tartom, annál komolyabb. Ebben háttérzajok, elég idegesítőek. Bocsánat, csak van... Két testvére. Le
lehet ezen korcsolyan. Oh, 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 oh. De jó lenne, hogyha betöltődnék. Ez a játék annyira jó lenne, hogy talán a játék az is. Úristen, mindenkit lesokkolunk. Bence! Gyere vissza! Bence! Bence! Elment Bence dolog. Mindjárt jön. Hát jó, akkor random választunk. Megnézzük Shadow Grease Forest-et. Na jó. Beugrunk ide Shadow Grease Forest-be. És megnézzük, hogy hogy van a dolog, stb. Hogy iceg a ficeg? Közben visszatért Bencuska is. Szavaz Bencuska. Hé. Na Bence, itt vagyunk Shadow Grease Forest-ben. Eddig nekem az esett le ezzel a karakterrel, hogy tudunk olyat, hogy így sokáig tartjuk, és akkor lesokkolódik. Az enemy. Közben remélem nem hallatszódnak amúgy a háttérzajok, és működik az ajszűrés. Na jó. Ez mondjuk tetszik. Hé, ez mi volt? Az a kör volt? Vagy ez mi volt? Ja nem, csak... Hol? Valahol én is hallottam. Hol? Nem, ez a szél. Ez amúgy kicsit ilyen nyomasztó helynek tűnik nekem. Ott van. Oh. Oh, ja, hogy ez tűzes. Hova? Ú, de laggolok. Ah, de mi? De nem már úgy utálom ezt a játékot. Na jó van, srácok. Igazából ez a videó ennyi lett volna, ez szerintem egy rohadt szar játék. Bence, mi az utcsó vélemény? Hát, valakinek szar. Jó. De... Van, akinek tetszik, aki mondjuk szereti az ilyen játékokat. Nekem nagyon nem tetszik amúgy a koncepció. Igazából eléggé előítéletes voltam a nevével is már. Bár az most nem hiszem, hogy azzal van valami baj. Na mindegy, srácok, igazából szerint nekem ez a véleményem, lehet, hogy másnak tetszik. Én nem szeretnék senkit megsérteni azzal, hogy nekem nem tetszik ez a játék. Szerintem ezen nem is kéne megsértődni. Na mindegy, srácok, köszi, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha egyetértetek, írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek róla. Na, sziasztok!